A korosztályokat tekintve teljesen más a feladatom utánpótlásban, mint felnőttben. Utánpótlásban egy húzó emberként számítanak rám, amit szerintem eddig egész jól megoldottam, a visszajelzések alapján is. Felnőttben pedig hát elsősorban a védekezés, amit így oda kell nagyon tenni. Ez van, amikor úgy érzem most már, hogy sikerül, de azért nyilván vannak abban is még hiányosságok, azért teljesen más egy junior, mint egy NB1A, de én mindig próbálom a 100%-ot kihozni magamból, és új energiákat belevinni, amikor akár a padról feljövök. Próbálok mindig önbizalmat meríteni az utánpótlás meccsekből, az NB1B-s meccsekből akár, és az, hogy egyre több percet kapok, azt én úgy gondolom, hogy edzésen is akár kidolgozom magamnak, és az, hogy tényleg 100%-ot teszek bele, ha felkerülök a pályára akkor is, szerintem ez ennek köszönhető, beleszokni még folyamat, de rajta vagyok. A következő lépés pedig az ellen, a TFS-MTK ellen következhet, akik az első fordulóban legyőztek minket idegenben. Hogyan készültek erre a meccsre? Ugye az első meccset nagyon jól kezdtük, kicsit bele is pihentünk, hogy belepuhultunk abba, hogy ennyire jól tudtuk elkezdeni a meccset. A védekezésünk az utóbbi időben annyira nem volt a helyzet magaslatán, úgyhogy ezen dolgoztunk rengeteget már a héten is. Ugye volt egy kis pihenő, mindenki fel tudott töltődni, szóval mindenki új erővel neki megy a TFS-ének.